Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nem más, mint Lengyelország szakértőn Gordon István újságíró, aki édesapja szerette volna, ha belőle is rabbi lesz, de ő nem lett sem rabbi, nem idegenvezető, ha bár lengyelül jól és más nyelven is megtanult. Magyarországot évtizedeken keresztül képviselte Lengyelországba, így lett lengyel szakértő. Október 13-án választások vannak Lengyelországban. Igen? Igen, Lengyelországban. De azt hiszem, hogy nem erről fogunk október 13-án beszélni, hanem a magyarországi helyhatósági választásokról, hiszen ez pont összeesik. Addig viszont érdemes beszélni a lengyel választásokról, akkor ott parlamenti választások parlamenti lesznek. Választások lesznek. Én alig vártam a találkozásunkat, és arra gondoltam, hogy majd jössz, és elmondott, hogy az amerikai elnök jött, nem jött, de végül is nem ment, hanem mást küldött maga helyett, érthető okok véget. Hogy fogadták ezt a Lengyelországba? Nagyon egyszerűen, és okosan. Ha begombolod a felső gombodat, azt a gombot, akkor a mikrofon nem csuklik le, és a kedves hallgatók, akkor is, hogyha csendesen beszélsz, én akkor ezt utolagos engedelmeddel megigazítom. Így látszik, hogy nem voltál még parlamenti képviselő, mert akkor tudnád, és már nem is leszel. 71 éves, most már elmúltál 70, úgyhogy most már igazán. Most már ne kezdjél úgy, pár, jó vagy te abban, amiben vagy. Próbálkozunk csak persze, ifjúkorban. Szóval a lengyelek nagyon okosan reagáltak erre a látogatás elmaradásra, ugyanis nem azt mondták, hogy Trump elnök lemondta lengyelországi látogatását, hanem elhalasztotta. Na most ugye itt azért hívták meg, hogy részt vegyen azon az ünnepség sorozaton, amely a háború kitöré vagy megemlékezés sorozat. Megemlékezés, mert ünnepség az ne legyen. Vannak ott, ők ünnepségnek nevezték azért is estivába, ők ünnepségnek... Ez elég súlyos az én lelkemnek. Az enyémnek is, ha még azt hozzátesszük, most megint már rögtön más témába kezdek, hogy egy dologról lényegében elfelejtettek beszélni, például a holokauszt áldozatairól, második világháborúról beszéltek sokat. Azt hiszem, hogy Duda elnök volt az egyetlen, aki egy mondattal emlékezett meg arról, hogy itt tulajdonképpen a második világháború idején... Izraelt kiképviselte ezen az eseményen? Nem tudom. Lehet, megmondom, hogy senki? Annyira... Azt kizártnak tartom. Nem azért, mert egyértelműen erre összpontosítottak a lengyelek, erre a Duda látogatás, a Duda meghívására, a Trump látogatásra. Igen, de egy pillanatra megszakítalak a monologba. Azért az ég szerelmére. Voltak lengyel együttműködők, akkor is a lengyelek most utálni fognak engem. Tehát az nem úgy volt, hogy jöttek a németek, ott mindent megépítettek, és kinyírták a zsidókat, és azért ott voltak közreműködők is, nem kevesen. Sőt, ha a beszélgetéseinket valaki követi, akkor ott voltak, nevezzük pogromoknak is. Pogromoknak is. Amit voltak, nem a németek, voltak, hanem a lengyelek csináltak. Voltak, igen. Volt. Nem is egy könyv született erről Magyarországon, színdarabot mutattak be, amely talán 10 éve játsszák, és több városban legutoljára Szombathelyen mutattak be az Osztálytársak címűt, amely földolgozza, amikor a 20-as években, az 1920-as években együtt jártak iskolába, és hogy jutottak el azok a pogromokig, amikor ugyanis az osztálytárs, aki éppen nem volt... Megint a mikrofont leszakított, hagyjad ott úgy, igen. Igen, akkor majd óvatosan leteszem ide a kezem, és... Ó, nagyon jó, ez mindegy, általános iskolában neveljük a lurkókat. Térjünk vissza erre a választásra és Trump nem érkezésre. Ugyanakkor úgy gazdálkodjunk az időben, hogy nagyon érdekel, hogy mi történik az egyházakkal, és mi történik a filmsorozattal, és hogy készülnek, és hogyha ma lennének a választások, akkor ki lenne a befutó? Talán, vagy milyen koalíció igen, lenne? Viszonylag régen jártam itt, már legalább egy hónapja, tulajdonképpen akkor már érződött annak az előszele, hogy itt a október 13-i választásokon az ellenzék sok vizet nem fog zavarni. Amikor az európai parlamenti választások lehet, voltak... Lehet, a polgárok jól érzik magukat. Nem érzik jól magukat, a vezetőik érzik kicsit bután magukat, ugyanis
ugyanis amikor az európai parlamenti választásokra készült Lengyelország, akkor ugye én többször megemlítettem, hogy annyira jól sikerült a január óta megvalósuló ellenzéki együttműködés, hogy egyszerűen a közvéleménykutatók többsége, döntő többsége az ellenzéket nem győztesnek hozta ki, hanem reményt látott abban, hogy 1-2%-kal akár meg is nyerheti. Az együttműködés ma 99%-osan megvalósult, mégsem nyert az ellenzék, ez pedig rögtön, mivel ezek az ellenzéki pártok, ezek macska-egér viszonyban voltak, vagy macska-kutya kapcsolatban vannak, voltak egymással. Tehát majdnem azt kell mondanom, ez így van mindenhol. Hát majdnem igen, mert hát tényleg olyan pártok... meglátjuk itt, hogy a helyhatósági választások után mennyire maradnak együtt. Olyan pártok kerültek egy kalap alá, amelyek hát tényleg nem tudnak 5 percig együtt megmaradni, és nem is tudnak közösen dolgozni, de megtették az ügy érdekében, de szinte másnap. Némi túlzással természetesen ezek robbant a pártok. Robbant a bomba, és szinte egy hét alatt 3 ellenzéki csoport alakult. Na most, ha azt veszük figyelembe, a legfrissebb közvéleménykutatás, tegnap előtti, mert szinte naponta készül újabb és újabb. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a kormánypárt, a Jog és Igazságosság pártja a választásokon akár 50%-ot is elérhet. Az ellenzéki pártok maximum elérnek, ugye vannak apró bejutnak a parlamentbe. Nagyon kevesen, nagyon kevesen. A mi polgármesterünk, aki egy polgármester, meleg aktivista és baloldali, ő vajon igen? Ő biztosan be fog jutni, mert az ő pártja, ő is, igen. Na, akkor kezdjük ebben. Van a baloldal, ami Lengyelországban nem volt baloldal. Tehát nem léte a parlamentben, nem volt baloldali párt, most már igen régóta. Most viszont arra jöttek rá, hogy ha kiszakadnak az együttműködésből, az ellenzéki együttműködésből, akkor valamennyi megpróbálkoznak avval, hogy valamennyi baloldali párt összeáll. Ez a régi MSZMP-nek megfelelő lengyel, a LEMP, a Lengyel Egyesült Munkáspárt, ez a fiatalembernek a pártja, és még egy apró párt, de ők se fognak elérni 10%-nál többet. Summarum, az ellenzék, a 3 párt együtt nem fog elérni 40%-ot. De bejutnak. Három párt úgy, jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a kormánypárton kívül 3 párt, az ellenzék legnagyobb pártja akár 25-26%-ot is elérhet. Tehát akkor nem egy párti kormányzás lesz. De biztos, hogy egy párti lesz, mert ugye erről van szó most tulajdonképpen. Nem kétséges az szerintem. Minden lehet. Lengyelországban minden megtörténhet, mint hogy a világ minden pontján, de én nem látom a legkisebb reményét annak, hogy a 3 része szakadt ellenzék, ha az összes szavazatát összeadja, akkor se ér el többet, mint 40%. Tehát biztosra veszem a jelenlegi kormánypárt további menetelését. Tehát én ezt biztosnak látom. Most már csak egy kérdés van. Vajon tud-e olyan fölényt érni a jelenlegi kormánypárt, hogy ezzel törvényalkotásra is képes legyen. Tehát egyedül tudjon kormányozni, és ennek tehát is... Tehát kétharmados többség. Olyan, szóval nincs kétharmad, ez nincs egy ilyen törvény, de pontosan erről van szó. Igen. Igen, valószínűleg el tudja, és ennek egy óriási jelentősége van. Óriási jelentősége van, mert bármennyire is a lengyel kormány, illetve a magyar kormány nagyon sok mindenben a tevékenységük hasonlít egymásra, de a lengyel kormánynak a médiát még nem sikerült annyira maga alá vonni. A kormány lapok, azok természetesen csinálják, amit csinálnak, de jóval nagyobb, sokkal, de sokkal nagyobb a ellenzéki sajtó. A lengyel népnek mennyire nagy a média érzékenysége? Mennyire médiafogyasztók ők? Abszolút médiafogyasztók. Tehát abszolút médiafogyasztók, és van mit fogyasztaniuk. Tévében, újságban, hát a legnagyobb lengyel napilap, a Gazeta Wyborcsa, amely a 90-es években, 90 a rendszerváltás után rögtön jött létre. Volt, mikor akár az 1 milliót is elérte a példányszáma, ma természetesen ennek töredéke, de még mindig a legnagyobb napilapnak számít Lengyelországban, és bőven van független sajtó. És ez a független sajtó, ez az egyetlen remény most, a független sajtó, amely most rendkívül erősen belehúzott, és ők támadnak. És ennek köszönhető, hogy a parlament elnökének van le még, kellett mondani. Van még 3 percünk hátra. Összeszedjük magunkat. Egyházak és ez a csodafilm. Csodafilm. A csodafilm második része készül. Ugye annyit kell tudni, esetleg a nézők elfelejtették, hogy készült pár hónappal ezelőtt az európai parlamenti választások előtt egy film.
film, amely a papi pedofiliát volt hivatott pellengére állítani. Sok mindenki elgondolkodott rajta, hogy ezen túl most akkor hogy lesz, hogy a minisztráns gyerekeket ugye bármi érheti a papok részéről. Ez persze vezető. Nem kell katolikus papnak lenni, hogy ez előfordul. Abszolút nem, mert abszolút nem nagyobb sehol Lengyelországban a papi pedofilia, mint bárhol máshol a világon. Csak máshol nem készítenek filmet. De itt egy nagyon komoly film készült, nekilátott a rendező pár a második rész elkészítésének, és minden erejüket összeszedve próbálják a választások előtt. Az állításuk szerint a sokkal hátborzongató második részt megcsinálni, de egy probléma van, a fő, aki az egészet csinálja, a rendező, aki maga is szerepel a filmben kérdezőként, résztvevőként, sajnos egy nemrég megoperálták, egy viszonylag komoly dolog, olyan túlsúlya van, hogy egyszerűen már az életét fenyegette. De meg minden erejüket összeszedik. És a jó Isten haragszik ezért a filmért. És elkészül a film mindenképpen a választás. Jó. Azért annyival tartozunk a korrekt tájékoztatásnak, hogy a lengyel egyházi vezetés összekapta magát, és kellő gyorsasággal levonta a konzekvenciát, és obligon kívül helyezte, akik még élők és szolgálatban vannak. A kezdeti megdöbbenésen, meglepetésen túllépve valóban néhány egyház fő, most az egyház nem az egyház feje, csak hogy néhány magas beosztású egyházi személy továbbra is elítéli ezt a papi pedofiliát, és azt mondják, hogy ennek nem szabad bekövetkezni. Éppen tegnap előtt olvastam róla, hogy egy fiatal papot hosszú-hosszú évekre elítéltek, és eltiltottak, minden örök életére eltiltották a papi tevékenységtől. Tehát nem lesz egy... De a döntő többség szentséget az... szolgáltató a börtönben sem. Kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában Gordon István lengyel szakértőt látták és hallották, sűrűbben nyere visszavárok, és ezzel a beszélgetéssel véget ért mai reggeli politikai magazinműsorunk a Pirkadat. A Pirkadat után természetesen lesz Pirkadat extra, mégpedig mai Pirkadat extránk kultúrával és zenével foglalkozik. Most jön a mindentől független híradónk, utána a Pirkadat extra, majd utána a Zsidó Szabad Egyetem. Jó tévézést vele, majd este 7 órakor találkoznak újra a 7 órás vendégbe. Tartsanak velünk!